Osos Jakabról készített portréfilmjét, amikor az a címe, hogy aki hallja, aki nem hallja. A filmek után lesz egy szünet, 10 perc, és ezek után pedig beszélgetni fogunk a Cigányfingó folyóirat készítőivel, illetve mindenkivel, aki szeretne vele szólni tulajdonképpen. És akkor nem is szaporítom tovább a szót, sajnos a technikai okok miatt az első filmet YouTube-ról kell majd nézni, de remélem nem lesz probléma vele, hogyha mégis akkor elnézéseteket kérem. És akkor a látásokat. Akkor elkezdjük a beszélgetést, remélem mindenki hall itt rendesen. Tehát még egyszer köszöntök mindenkit, illetve azokat, akik nem voltak itt a vetítés kezdetekor. Először bemutatom a vendégeinket, Ladik Katalin, költőt és színésznőt, performer, Beck Zoltán irodalmát, illetve Balogh Attila költőt, engem Kerim Máténak hívnak és egyetemre járok ide az Asztóriára. A mai témánk a Cigányfúró folyóirat lesz, ami 1994 és 98 között jelent meg. És tulajdonképpen nem is szeretnék többet mondani róla, mert olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy meghallgathatjuk a készítőktől, hogy mi is volt ez a folyóirat. Úgyhogy át is adom a szót Balogh Attilának, hogy mondja el, hogy milyen céllal készült ez a folyóirat, mi volt a tartalma, mi volt az üzenete, ha kérdeztetek ilyet. Több cigány újság is volt, úgymond cigány újság, úgymond. Volt a Ralite, ugye a Ralite független cigányság, a lapja. Volt a Amarotrom, amely a Roma Parlamentnek volt a lapja. Volt a Lungodrom, ami sajnos van mind. Volt a Lungodrom, amely a Lungodrom szervezetnek volt a lapja. Volt a Romszom, meg a Ketanodrom. Nagyon sok drom volt. És ezek úgymond lokális érdekekkel, joggal, teszem hozzá, időnként joggal, lokális érdekeket képviseltek, megkockáztatom, hogy bizonyos fokig, hogy is kell kimondani. Tehát bizonyos fokig egyféle szellemi gettóvá vált. Kivétel nélkül szinte mindegyik. Voltak próbálkozások, különösen az Amarodromnál, a Pralipinnél kevésbé sajnos. De nem, a Pralipinnél is volt, amikor főszerkesztő helyettes voltam egy egész hétvégét, azzal töltöttem, pénteken kineveztek, hétfőn leváltottam. Tehát ez az, amikor én főszerkesztő helyettes voltam, akkor próbáltam ilyen másodosztályú magyar költőket becsempészni a lapba, de ez nem sikerült. A Amarodrom valamelyest rugalmasabb volt, olyannyira, hogy a főszerkesztő is magyar ember lett egy időben. És azt gondoltam, hogy egy olyan folyóiratot kellene létrehozni, amely a cigányság tudományos vizsgálattal föltárt értékei. Tehát kifejezetten a cigányság olyan írások jelennének meg, amelyek tudományos igényűek, nem anekdótáznak, és nincs ez a hematológiai probléma, hogy most mi a vérünk, és nincs benne romantika se, hanem nagyon igényes művészeti lapként gondoltuk, szerintem sikerült. És akkor én írtam egy bevezetőt, toborozva embereket el a laphoz, és hát mindenkit ütöttem, vágtam ott, ahol értem, hogy senki se legyen szerkesztője ennek a lapnak, de ez olyan jó sikerült, hogy aztán mindenki eljött. Többek közt ugye a Kati, aki most itt van köztünk,
sajnos sokan már meg is haltak, a Petri, Őrsi, Erdőri Szabó Ernő, Amarilis, György Árgyő. A lap azért jöhetett létre, túl a szellemi indítatásán, azért jöhetett létre, mert Soros György úgy gondolta, hogy amíg itt be nem indul a demokrácia, addig ő pénzével ezt pótolja. És mikor Soros György úgy gondolta, hogy most már beindult a demokrácia, akkor már elveszi a pénzt. Gondolom, ezt azóta megbánta, mert látja, hogy most pedig egy demokrácia. Tehát a cigány fúró csak a Soros György alapítványa támogatta, miután az alapítvány kiment Magyarországról, azóta nincs lap is, egész szűnt. Nagy vonalakban ennyit. Hát a lényegét elmondta Attila, és hát voltak és még vannak szerencsére még élő volt munkatársai alapnak, akik még nincsenek jelen, de akiknek nagyon sokat köszönhetünk. Itt van Mónika, aki velünk szemben ül, és van, tehát aki a lapot mármint technikai megvalósításában és egyébként is a szellemiségében nagyon sokat segített és jelen volt, Neményi Zsolt. Akkor hát úgy gondolom, hogy még sokan, hát Jancsó Miklós is ugye benne volt abban a társaságban és a kuratóriumban, akkor Dursz György is, ugye Dursz Gyuri is, és vagyunk még néhányan, akik még él emlékét és talán az inspiráló hatását hordjuk és érezzük és tovább visszük magunkban. Én személy szerint nagyon sokat köszönhetek, hogy engem meghívtak ebbe a baráti alkotói körbe. Jó, a nevemet kiírták, hogy a szerkesztőbizottság tagja és hogy járt valójában a versrovatot, úgymond. De valójában mindent közösen szerkesztettünk, de hát a versekért azért én adtam a nevemet. Mindent közösen beszéltünk, valóban demokrácia uralkodott. És úgy köszönhet, azt is annak köszönhetem, a nagy nehezen készülő első prózai munkámat a Cigány fúróban közöltem. És végül is összeállt nagy nehezen a regény, mert hogy nagyon nagy megszakításokkal írtam, közben jött a történelem, ugye a balkáni háború, mert hogy Újvidékről származom, a Vajdaságból, Délvidékről, és bizony jó néhány évre, 6 évre megszakította ezt a prózai tevékenységemet, mert ugye amikor a fegyverek ugye szólnak, akkor a múzsák hallgatnak, meg hát azon kívül a prózaírás nem a műfajom, nem volt a műfajom, most sem az, de azért továbbírom. És akkor, mikor ott leközöltem jó néhány számban, úgymond folytatásokban, akkor kiderült, hogy ez nem csak számomra volt fontos, hogy újra beleüljek a próza írásba, hanem érdeklődéssel várták és olvasták a lapot. Tehát nem csak miatt, hanem egyébként is, de tőlem várták, hogy na, befejezem azt a regényt, mondjuk a regényt, a formabontó regény. És nem csak ezért éreztem magam, mert egy alkotói művet éreztem, hanem azt az elszántságot, hogy amikor, ahogy Attila mondta, hogy megszűnt a pénz, tehát lapformájában már nem jelenhetünk meg, akkor volt egy szimbolikus egyoldalas kiadványunk, hogy egy lapon jelentünk meg, utána már arra se volt, de élő számokat adtunk, szerveztünk, és élőben csináltunk a cigányfúró számokat. És ez is eltartott egy ideig. És hát aztán végül is egy DVD készült, itt van a táskámban. Ez mondjuk hát, talán a befejezése, vagy hát egy
ez is egy eredménye a munkának, jaj, nem ez a lényeg. Ahol, tehát ez is egy alkotás valójában, hát ez is egy eredménye, egy gyümölcse, a megörökítendő, nem hoztam persze lapszámokat, volt eszemben, de hát mondom, most mennyit hozzak. Remélem, hogy valaki csak hoz, hogy hogy nézett ki. Akkor van ez, és hát ebben a végül is elkészült regényemben meg is megemlékeztem, akkor, amikor írtam, akkor nagyon megrendített Soproni Ágnes, szintén munkatársunk, ugye Soproni Ágnes szintén munkatársunk és közelálló, tényleg, hát hozzánk tartozott a családhoz a színésznő Soproni Ágnes, aki nagyon tragikus halállal halt meg, és 2000-ben történt az a szörnyű családi tragédia. És mi 2002-ben Tamás Amarilisszel, az Adrián Havár szigetének egy sziklás partján úgy gondoltuk, hogy Soproni Ágnes emlékének, mivel hogy kevesen tudják, gondolom néhányan tudjuk, hogy milyen tragikus halála halt meg, és hogy valójában nem lett eltemetve, nem volt temetése, mert hogy a fia szétdarabolta. Daraboltatta. Na, tehát nem volt. És akkor úgy gondoltuk 2002-ben, hogy emelünk neki, vagy csinálunk egy ilyen síremléket, vagy legalábbis egy ilyen sziklát megjelölünk. Ezt megírtam ebben a könyvben, és volt nekem egy ilyen mindenes mesterem ott a szigeten, Hvar szigetének Hvarvárosában, és akkor kértünk tőle egy ilyen híg cement oldatot, vagy valamit. Amarilisz hozott egy ilyen kék zománc virágot, ilyen gyopár virágra hasonlított valahogy. És akkor kiválasztottam egy ilyen oltárszerű sziklát, és akkor azt ilyen folyékony cementtel így kiegyenes kisimítottuk, és beleragasztottuk azt a két zománc cserepet, virágot, és beleírtuk körbe, hogy Om Mane Padme Hum, és In Memoriam Soproni Ágnes 2000. Hát azóta már nem él sem Tamás Amarilisz, sem a Gradimir mester, aki ezt csinálta. És hát elhullottak nagyon fiatalon a többiek is, és hát úgy, ahogy alapunk is, rövid életűek voltak a munkatársaink. Jó van, alap szempontjából ez nem baj, hiszen alapok néha egy-két szám alatt megszűnnek. Egy-két szám múltán megszűnnek, tehát megtették a maguk feladatát, kötelességét, vagy amit vállaltak, megtették. De az embereket nem lehet kódolni. Hát én amennyire lehetett, megörökítettem akkor 2002-ben, amikor ezt írtam. De hát akkor még Amarilisz is élt, persze. Hát ennyit tudnék mondani a személyes vallomásként. És azóta is persze nagyon érdekes módon még sokan emlékeznek és nem felejtkeztek meg a cigányfúróról, mármint az idősebb korosztály. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez a ilyen dokumentum, hogy DVD meg nem lehetne talán esetleg, nem tudom, hogy mennyi energiát, erőt vagy kedvet érzel magadba, hogy valahogy feltámasztanánk poraiból, ilyen repro, vagy nem is tudom, milyen retro kiadásban, vagy hogyan lehetne azokat a számokat, mert szerintem nagyon aktuális lenne. Hát nem tudom, hogy lenne még egy soros, vagy valaki, aki ezt támogatná, hiszen nem olyan sok szám jelent meg végül is, vagy legalábbis kötetben megjelentetni. És nem elhanyagolható a dizájnja sem, és Györgyák Györgynek a tényleg a csodálatos rajzai, és a hanganyag is, hát ami sajnos az nem lett megörökítve a hanganyag, de lehetne még gondolkozni ezen szerintem, Attila. Még ezt akkor az aktualitás szó az itt is hangzott, még erre szeretnék azon meg később elkérdezni, hogy a cigányfúrónak lenne ma aktualitása, vagy a 90 és 98 közti cigányfúrónak a mostani helyzet viszonylatában milyen aktualitása lehet, vagy van. Tehát akkor
Kati kérdésre, de úgy van a dolog, hogy ami meghalt, az meghalt. Másrészt ez retro, mert ugyanaz a, tehát minden egyes lapszám be van skennelve és úgy van a CD-romon. Hát alig van, meg hát nincs, hát van. Hát jó, de hát ha valami elhagyott, akkor elhagyott. Ezt tudásuk el. Most nem tudom, hogy lenne, a aktualitás biztos, meg szükség is lehetne talán a Csihálykoróra is. Ezt kipatronálná azt, mondjuk én már nem tudnám, hogy a kezén is megcsinálni ezt a... Ezt a Zolit is hadd kérdezni még ezt a kérdést. Akkor... Mert én azt tettem, hogy egyfelől az van, hogy aki nem tud belefutni a cigányfúrónak ebbe a DVD-jébe, vagy CD-romba, az tudja tenni, hogy ez most ilyen furcsán reklám, az tudja tenni, hogy a community-nek az oldalán megtalálja a teljes 94-es lakszámot, az már ott van digitalizálva, tehát el lehet érni online módon. És amikor a mai beszélgetés alakult, vagy készültem rá, akkor így újra átnéztem az évfolyamokat, bár nekem nincsenek meg a teljes évfolyamok, néhány lapszámon van meg különböző évekből. És aztán megnéztem a 94-es beköszönőjét az Attilának, az elköszöntő, amelyik a lapindításához kötődő ilyen indulás volt, és talán ez a válasz arra, hogy mennyire volna aktualitása ennek a lapszámnak, vagy arra vonatkozóan a megfogalmazása valahogy így záródik az írás. A cigányság egyszer már felhasználásra került, hogy a társadalom rossz gazdasági és kulturális körülményeit közvetlen bebizonyítsa, de a cigány értelmiség differenciálódása a közvetlen próbálkozások ellenére is vissza-vissza rúgosódik az etnikumi sajtóba. És a folklórumikum illatát követve megint az 56-os, de már a második generációs értelmiség bandukol, hogy megírja a néprajzi disszertációját rólunk, mint a betyárság jó útjáról, miközben igenis ki kell nyitni a cigány újságot, és nem a nem vér szerinti, a nem téma szerinti, hanem a szellemi rokonok előtt. Ennek a kinyitásnak a konkrét művészi stílusát a lelki avantgardizmusban, a szelid anarchizmusban látom, és a mindenkori lázadás aspektusának szak és szép irodalmi alkotásaiban. Szóval valahogy így zárul 94-ben ez az írás, a lap alapításának a filozófiájaként, és az a helyzet, hogy zavaróan aktuális. Tehát, hogy az történik, hogyha a lapot megnézitek, és bármilyen írást elolvastok benne, legyen ez mondjuk a Csepeli tanulmánya, ami szintén valahol az első lapszámok környékén jelent meg, legyen ez mondjuk a Petri vers, az is azt hiszem az első évfolyamban jelent meg, az 50. évfelé című Petri vers. Ha ezeket fellapozzátok, akkor azt látjátok, hogy tulajdonképp az évszám zavaróan cserélhető, és bár picit patetikusak vagyunk, meg nosztalgikusak ebben a pillanatban, mégis azt képzelem, hogy ez részben a cigányfúró akkori érdeme, aki jól, mert borzasztóan szinkronban volt a valóságával, és az, hogy ez ma ennyire zavaróan aktuális, ez pedig a magyar társadalomnak a szégyene. Éppen azért, mert képtelen volt az elmúlt majdnem 20 évben elérni valamit, hogy mindezek a sorok ne legyenek ennyire élesen aktuálisak máig a tényleges társadalomban. Igen, azt nem mondtam, hogy a közönségből nyugodtan jelentkezik. Ja, tehát, hogy a közönség is szeretnénk, hogy a hozzászólás csak jelentkezzetek, vagy szóláljatok meg, hogyha úgy érzitek. Akkor én még itt maradnék egy kicsit a cigányfúrónak a
nem is tudom, szellemiségénél, mert azt hiszem, hogy lehet, hogy rosszul érzem ezt, de hogy amikor az ember így elkezd vele foglalkozni, akkor az első érzés az, hogy körülön mi valamiféle ilyen felfejthetetlen, ilyen dadaista, nem is tudom, ilyen játékosság, vagy lehet, hogy rosszul fogalmazok, mert hogy vannak benne egyrészt a mondjuk a cigány, nem is tudom, történeti kutatások, de mellette mondjuk ott találunk Greenaway kritikákat, meg olyan művészeti írásokat, amiket meg az ember tényleg ma is egyrészt nagyon kevés újságban talál, meg másrészt pedig egy nagyon-nagyon szegmentált szubkultúrának a része, és valahogy az, én arra vagyok kíváncsi, hogy mi volt a cél ennek a két látszólag nehezen összeházasítható, nem is tudom, folyóirat iránynak az összeházasításával. Ez a cigányságról, mint társadalmi problémáról csak nagyon nagy sikorral, de csak szakanyagot hoztuk le, és azt is alaposan megnéztük. Én nem vagyok szakértője a cigány néprajznak, szociológiának, de mások igen, és a cigányságot nem olcsó kis történetekkel próbáltuk bemutatni a folyóiratban, hanem nem is folyóirat, mert két havonta jelent, hanem szakirodalom. És ott is inkább külföldi szerzők, a Thomas Hector, vagy a Apartman Raoul, vagy a Csamannal, vagy olyan anyagokat próbáltunk szeretni és vagy kapni, amelyek hitesek voltak, és kifejezetten engem például, és én ezt előtettem is. Nem az európai cigányság története, kultúrája érdekel, és most sem különösebben, mert ezeket meg lehet találni bármely könyvtárban, hanem amit itt talán még meg kell említeni, hogy a cigánybúró folyóiratot a Dunától a Ganges-i alapítvány adta ki, és ennek az alapítványnak az volt a fő feladata, a célja, hogy a Indiából elszármazott úgymond peripatetikus néptöredékeket, amelyek esetleg hasonlíthatnak cigány törzsekhez. Ezeknek a diaszpóráknak a vándorlási útvonalát próbáljuk legalább szakmailag rekonstruálni. Sehez kértünk történészeket, szakdolgozókat, és a Dunaveszély Alapítvány így tudott szerezni a folyóirat számára. Most, hogy ellentmondás van-e abban, hogy a cigányság egy nagyon szűk, de tudományos mesdén keresztül látható csak a lapban, és akkor ezt van ellentmondás, hogy te fogalmazta, hogy dadaista művészi alkotások vannak. Szerintem is van ellentmondás benne, de engem ez nem zavar különösebben. Miért van ez abban ellentmondás? Miért ellentmondás ez? Akkor, amikor szép irodalmat hoztunk le, akkor ott az történt, hogy ott van 8-10 ember, aki stabil tagja a folyóiratnak, minden szerkesztőségi vagy nyomtatás előtti napon elolvastuk, mindenki minden anyagot elolvasott, és akkor közösen döntöttünk, sőt, olyannyira közösen döntöttünk róla, hogy az irodába szkenneltük be az anyagot, nem nyomdába vittük, hanem már a kész formátummal együtt mentünk a nyomdába, nehogy jobbat alkosnak, mint mi. És ilyen paus papíron letettünk az anyagba a nyomdába. Tehát a különétől kezdve a nagyon fontos versek és szép rövel alkotások így nagy ügyet fölöttünk rá. Egy példát mesélnék el, hogy akár névvel is,
hogy a Őrs István egy alkalommal hozott be anyagot a Csibánykúróba, amelyben taglalta, hogy a SZDSZ-en belül milyen komoly problémák vannak, és én mondtam, hogy Istvánnak, hogy István elég tiszteletében, de ez a Csibánykúróban akkor megjelenni. Küldte a beszélőnek, hogy nem tudom, és nem jött le, hiába volt az Őrs István mellette, nem jött, hoztuk le. Csak szép oldalnak indult a műveket, és ezért gondoltam én, nem tudja Petri Dada Istvája, szerintem nem Dada István. A Petri verseny, sőt a Endrői Szabó Ernő verseny, és ez az erőt nagyon kevesen ismeri, egyetlen egy ilyen majdnem könyvbe jelent meg, József Attila költekemtől adta ki, holott egy nagyon izgalmas és tehetséges költő volt, és a György Gábor apikája azok, akkor beszélgettem cigány származású emberekkel, akkor mondták nekem több alkalommal, hogy én elárultam a cigányságot, mert nem. Mert hogy nem cigány festőket közlünk, nem cigány költőktől hozunk a verset. És én mondtam, hogy ilyen szabály nincs, hogy cigánya vagy nem cigány, hogyha tud hozni cigány költő szépest, akkor lehozzuk. És mint ahogy az Őrsét vissza tudtam utasítani, úgy a Csolit is közöltem valamit a hozzó verset. Egyébként kértem tőle egy versfordítást. Ellen Ginsbergnek van egy vers, hogy ha tudom, kérlek úgy. Magyar a vers arról szól, hogy Ginsberg hogy szeretkezik Jézus Krisztussal, és ezt kértem a Csolit, hogy ezt fordítsa le cigány nyelvre, lefordította, és Patyivra való hivatkozással nem engedte neközött. Én pedig mondtam, hogy a cigány nyelv ezt is kibírná, hogy egy ilyen vers is. Tehát ez sajnos ez nem jött össze. Mondom, hogy ez nagyon szempontból. Ez nyilván egy dadaista szempontból a részemről, hogy Ginsbergnek ezt a verset adjuk ki. De a címlapon mindig követhető volt vagy Mikszát, vagy Ari Endre, egy időket, amíg Jókai is volt, és talán egy történetet mesélnék el, hogy Ari Endre esszé közt találtam egy rövidke írást, az volt a címe, hogy az olasz cigányok is olvassák a New York Times-ot, és akkor épp Katira jutott eszembe ez, ma is mutattam, hogy megyeneket milyen jó kis Ari Endre írást találtam a címlapra, és akkor a Ladik Pati is mondta meg még valaki, hogy Attilát, most miért a Ari Endre neve alatt akarsz-e megjelenni, hát miért nem írod, hogy ezt te írtad? Mondom, miért ezt nem én írtam, ezt tényleg Ari írtam, nem írtam, és akkor meg kellett ott bizonyítani, Ari Endre tesz, és akkor. Tehát az aktualitása a címlapon egy kis eszének mindig bicska volt, akkor, amikor éppen a közoktatás volt, most is ugye, akkor is rossz bőrben volt, akkor mi Adi eszéből olyan válogatunk, ami éppen aktuális volt. Mikszárnak is volt egy nagyon szép gondolata, és szóval Mikszár volt, de Reprint adtuk ki, tehát direkt. Volt, tehát Mikszát ő egy rövid ideig volt országgyűlési képviselő, és volt egy nagyon szép mondata, tehát nagyon legértelmesebb mondat, amit el, hogy még jobb mondhatok a parlamentben, hogy szellőztessenek ki. Tornyály József, meg nem tudom én, Babbiszkon találtak a Dunába, és akkor elkezdték a parlamentben hacsarkodni egymás ellen. És akkor mondtam, hogy most ő Mikszárt segítségből hívom, hogy hát érti kellene, hogy szellőztetni. És
Tehát a lapnak valóban van egy kemény fricskája, vagy volt egy kemény fricskája, vagy cinizmuson a iróniája. De ismétlem, vagy ha ezt nem mondta volna, akkor most elmondom, hogy a kvázi, tehát nem a pozgraduális cigányúságok, hanem a kvázi cigányúságok, azoknak is van létjogosultság, vagy volt létjogosultság, ugyanis a Pralipében is, és az Amarodromban is olyan aktuális és lényeges cigány sorskérdésekről volt híradás, amelyeket tudniuk kellett a cigány embereknek. Például az, hogy hol lehet cigány gyerekeknek ösztöndíjhoz jutni, hol lehet lakásépítésre kölcsön fölvenni. Akkor, amikor történik egy-egy diszkrimináció, akkor ezt a Pralipe is és az Amarodrom is lehozta nagyon helyesen. Tehát nem voltak ezek a cigányúságok haszontalanok, csak azt mondom, hogy regionálisan pont a műfajoknál, vagy pont a műfajoknál fogva nem volt kötelező irodalmi értékeket képviselni, hanem társadalmi értékeket képviselni. És ez nagyon fontos társadalmi érdekképviselet, hogy milyen diszkrimináció volt éppen akkor örökénybe talán, ahol egy rendőr, egy alunos gégemetszett asszonynak kivette a pipáját, és mondta, hogy lehet-e büdös cigány is megdöglet, és úgyhogy meg is halt. Vagy akkor, amikor cigányasszonyt almalopások kaptak, és akkor a erdész úgy látta jónak a cigányok integrálását, hogy az asszonyt hát szabályosan kivégezte, és fejbe lőtte puskával. Most az, hogy ezt lehozta az Amarodrom, és igenis, talán a Pralipe is, és az, hogy ezt oknyomozásra szépen kinyomozta és földerítette, ez nagyon hasznos. De miután ezt megtette az Amarodrom, és megtette a Pralipe, úgy gondoltam, hogy ezt ismételni a cigányfórumnak nem kell. Tehát tulajdonképpen bevallom, vagy utólag beismerem, hogy ha nincs Amarodrom és nincs Pralipe, akkor a cigánykúró nem nőhetett volna ki. Mert a Pralipének és a cigánykúró... És kik havonta jelen? Igen, tehát arra gondolok, hogyha a Pralipe feladatát és az Amarodrom feladatát nem végzi el rendesen ez a két újság, akkor a cigánykúrónak kellett volna elvégezni. De miután a cigánykúró megszabadul, megszabadult ezeknek a problémáknak a közlésétől, emiatt egy új területre mehetett. A nagyon-nagyon szigorú irodalmi terület. A Pralipében is, és a Amarodromban is nagyon sok olyan vers jelent meg, többek közt én tőlem is, amelyek rangon aluliak voltak, de azért kellett lehozni, hogy lám bizonyság legyen arra, hogy egyszer hódó. Tehát mi is tudunk verset írni, és nagyon sok költőnek ilyen irodalmi protekciója le cigányosságon. Most én ezt a protekciót nem akartam érvényesíteni a cigányosságon. Ez nem tudok hozzászólni, ha csak nincs valami kérdés. Én arra is egyrészt kíváncsi lennék, hogy van-e szerintetek bármiféle, tehát hogy ha jól értem, akkor igazából a cigányfúró betöltött egy olyan űrt, amit más folyóirat nem tudod betölteni. De és viszont miután megszűnt, akkor úgy látjátok ezek szerint, hogy ez az űr azóta is tátog, és nincsen olyan, hát ez nehéz, tehát hogy cigány témájú folyóirat, aki mondjuk ahogy te a filmben is mondtad, a
a cigány művész nem mint valami féle exotikus állatot kezeli, hanem valódi konkrét irodalmi művészeti elképzelések alapján minősít cigány emberek által írt vagy készített műveket. Tehát hogy ez az ez megvan jelen pillanatban, vagy van-e a cigánykúrnak valamiféle olyan eszmei, vagy nem is tudom, irányzati hagyománya jelen pillanatban, amit tudunk ide kötni, de mondjuk ma, aki mondjuk ma most művészetet fogyaszt, az láthatja. Köszönöm, hogy kihez intézni ezt a kérdésem. Hát bármelyik, amit tud rá válaszolni. Tehát ahogyan én látom, egy Budapesten még a mai napig is sokkal több művészeti folyóirat létezik, mint mondjuk egész Franciaországban. Ezt valaki kiszámolt egyébként, nem én. Ugyanakkor a magyar irodalmi sajtótermék is baloldali és jobboldali. Csak sikerült kimondani. És a úgynevezett el nem kötelezett folyóiratok, azok viszont nagyon akadémiai folyóiratok. Nagyon vívósak, és van olyan folyóirat, például a Holmi, amely szándékosan, mint egy szerkesztői feladatként utasítja el a politikai állásfoglalást. De mégis bőv belőle, hogy nem jobb oldal. Ott van a beszélő, van még beszélő? Most jön meg. Akkor már lehet róla beszélni. Tehát a beszélő pedig szándékosan vállal föl olyan liberális problémaköröket, amelyeket mondjuk a magyar naplótól nem várnék el, és a magyar napló nem is fog érteni. Vagy ha mondjuk hiteles, és nem, ismétlem, nem az a gondom, hogy valaki jobb oldali vagy bal oldali, hanem az a gondom, hogy valaki ebbe a szerepbe belesül, és bele ég, és kimordíthatatlanak. Hát jobb oldali értékeket is nagyon szépen és nívósan is lehet mutatni. Ennek időnként nyomát találom például a Hitelnél. A Magyar Naplónál kevésbé. Még a Kortársnál is van. Tehát most a jobboldali demokraták és a baloldali demokraták közé illeszkedett be annak idején a cigánykúrú úgy, hogy se jobboldali, se baloldali értékeket nem képvisel, és se vér szerintem képvisel, vagy származás szerint semmit sem. Holott tudjuk, hogy volt a CET című, a Mezei András által főszerkesztett, vagy a Szombat, amelyet igenis keretik, tehát származás szerint hoznak le írásokat, ami nem, nekem ezzel nincs bajom, csak egy szerintem zsákutca. És most, hogy lehetne cigánykúrót újra csinálni, tehát szükség lenne rá, biztos, hogy szükség lenne rá, de most már egy bátrabb ember kellene hozzá, meg fiatalabb, meg agilisabb, nem én. Nem kérdés hangzott el, de én magamtól válaszolok egy talán olyasmire, amit lehet, hogy nem is kérdeznétek tőlem. Érdekes, hogy én abban az időben, tehát én 92-ben jöttem át Magyarországra. És én mind ezekről a gondokról nem igazán tudtam, amiről most szó van, tehát cigánság, meg zsidózás, meg ilyen. Ugyanis abban az országban, ahol én voltam, akkor Jugoszláviának nevezték, tehát a Jugoszlávia egy sokszínű ország volt, azt hiszem, hogy még ez köztudomású, talán még tudják ezt róla, tehát sokszínű kultúrájában is, és hagyományaiban is, és
Addig a háború kitörőség én úgy éreztem, hogy egy toleráns országban élek, ha bár én kisebbségként éltem ott. Egyedül nyelvi akadály volt számomra az, hogy kisebbségként élt. Tehát nyelvi kisebbségként éreztem azt, hogy kisebbség vagyok, egyébként nem. A szellemi kisebbséget a Jugoszláviában, tehát azt, hogy én egy olyan avantgárd körhöz, irodalmi és performance körhöz tartoztam, illetve én egyedül tevékenykedtem, de valójában a rokon szellemiségűeket megtaláltam Belgrádban, vagyis hát Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában, de minden köztársaságban voltak hasonlóan gondolkodó és érző emberek. Tehát engem, ha nem lett volna nyelvi akadály eleinte, akkor olvashattak volna szerte az országban. Hát azért kényszerültem rá, hogy fordítsam a versenyt szerb nyelvre. De tehát nem éreztem magam kisebbrendűnek, sőt kisebbségi érzetem sem volt, bár mindenki tudta, hogy magyarul írok, és hogy magyar költő vagyok. És hogy a verseket fordításban adtam elő, ezeket egyáltalán nem zavarta. Mindaddig, amíg a fasizmus szele be nem férkőzött Jugoszláv, mert másképp nem mondhatom, mint hogy fasizmus, vagyis erős sovinizmus szele, amit Milosevic elnökünk hozott, és, hát és az értelmiségi körökben. Azok mérgezték meg lefelé a társadalmat ezzel a gyűlöletbeszéddel. Mert nem az egyszerű ember kezdte ezt, hanem felülről oltották és szították egymás ellen a népeket és a nemzetiségeket. Tehát ők maguk sem panaszkodtak, sőt a 90-es években, amikor egy cigány származású tanárral találkoztam, aki a Belgrádi Színművészeti Akadémián tanított, és mondta, hogy átjött a 90-es években Magyarországra, és beült egy jó fizetéssel, tényleg egy státusza volt ott Belgrádban, egy művészeti akadémián tanár. Eljött Pestre 90-es években, és beült egy kávéhozóba, mert ott beszélnek valakivel, találkát a körúton. És egy érdekes kávéhozóba, vagy egy terembe, és a pincér szépen kitessékelte onnan. És ezt mondja nekem Belgrádban, hogy ilyen hangulat van ott? Hát mondom, sajnos igen. Sajnos 90-es évek végén volt ez. És látszott rajta, hogy ő tényleg más a színe. És meg volt döbbenve. Hát nem érezték. Én sem éreztem, hogy nekem bajom van azért, mert magyar vagyok. Ő sem érezte. No, de aztán elkezdődött az uszításot, és ettől a hangulattól, meg az, hogy már másról szól az élet Jugoszláviában, és nem arról, amiről azelőtt, elfogyott körülöttem a levegő, és így jöttem át Magyarországra, és valami csoda folytán, vagy én nem, mert akkor abszolút nem voltam tájékozott a magyarországi helyzettel. Engem megkértek, hogy az Élet és Irodalomban, amely akkor ellenzéktudat volt, meghívtak a versomat szerkesztőnek. Egy évig voltam ott, utána meghívtak a Cigányfúróba szintén. Tehát én belecsöppentem egy olyan helyzetbe, amit egyáltalán nem ismertem. És én csupán azt a kisebbségi szellemiséget, vagyis az érzületet éreztem, hogy na, akkor most jó helyen vagyok, ott is, meg itt is jó helyen vagyok, mert akkor végre azzal foglalkozunk a saját traumánkkal. Nekem más volt a traumám, ugye a háborús ország, meg a minden, nekik más volt, de valahol egyetértettünk. És én így kerültem ebbe, és én így éreztem, és akkor olvasva a szövegeket, valójában akkor kezdtem megismerni és érdeklődni a cigányság problémája iránt. Tehát ez volna ez az én kiegészítésem, hogy hogy kerültem ide, és hogy miért érzem még mindig magam valami módon ennek a körnek. És azért érzem aktuálisnak újra, mert most már azért sokkal jobban megismertem a magyarországi helyzetet. Egy pillanatra visszatérek még az Attilához, hogy így tanulhatóvá formálja folyóiratoknak ezt a spektrumát. Nagyjából úgy érdemes elképzelni, hogy gyakorlatilag a cigányfúró, miért volt a cigányfúró ilyen tekintetben, miért tudok kitölteni egy ült, és miért hagyott ült maga után, az valószínűleg azért van, mert a cigányfúró volt az egyetlen, amelyik esztétikai választ tudott adni, vagy akart adni
a társadalom aktuális kérdéseire. Azok a folyóiratok, amiket az Attila felsorolt, azok mind inkább politikai, közéleti lapok voltak, amelyek jellemzően a maguk, hogy mondjam, keresztmetszetében egyébként csak óvatosan és mellékesen foglalkoztak szép irodalmi alkotásokkal, közöltek képzőművészetet, de ezeket sokkal inkább illusztratív elemként használták az folyóiratban sem, mint hogy tényleges esztétikai elkötelezettség vagy elgondoltság lett volna mögöttük. Azaz, hogy megfogalmazódott volna valami, ami a műalkotásokon keresztül teszi értelmezhetővé a világot. Így módon inkább illusztráció volt minden más folyóiratban. Valószínűleg ezért is nem volt olyan kemény az a szerkesztés, amelyik ezekbe a folyóiratokba beleválogatta a szövegeket. Ráadásul a folyóiratok közül a Cigányfúró abban különbözött még attitűdjében, tehát ez az esztetikai irányultság az egyik, a másik pedig az attitűdjében valószínűleg az abban különbözik, és ezt is az Attilai jól vagy pontosan fogalmazta meg, hogy nem akart a hagyományos identitásképző keretekhez nyúlni és azokat használni. Azaz, hogy nem azzal volt elfoglalva a folyóirat, hogy föltegye magának még csak azt a kérdést sem, hogy ki a cigány, hanem még azt, aki pláne nem akart olyan kérdéseket feltenni, amelyikben az igaz cigány igazolásait akarta volna megkeresni. Nyilvánvalóan a folyóiratokban azok, amelyek a sok esetben a leginkább problematikus elbeszélés módokat választották, mondjuk a cigányok reprezentációjára, ebben a tekintetben a romák reprezentációjára vonatkozó, mint mondjuk a Lungodrom volt az, ők ragaszkodtak ahhoz, hogy igaz cigányként formáljanak meg valamit, és ezeket az értékeket felsorakoztassák, és ezeket minden hónapban a megjelenéskor igazolni tudják. Ehhez képest a Cigányfúró egyszerűen egy esztétikai pozíciót foglalt el, meggyőződése volt, hogy a világot így módon el lehet beszélni, vagy újra lehet mondani, és ehhez ragaszkodott. Ezért volt nagyon más, és amikor azt hiszem, hogy ilyen szempontból a Cigányfúró pont azért hiányzik a megszűnése óta, mert hogy erre az elbeszélés módra azóta senki nem tett kísérletet. Tehát, hogy nincs gyakorlatilag a Cigányfúró által használt beszédmód közforgalomban. És ez nagy probléma, a Cigányfúró ilyen tekintetben a legerősebb kritikai pozíciót is foglalta el. És itt azért elhangzottak nagyon fontos és szerintem összefüggő dolgok. Egyrészt Katrin arról beszélt, hogy volt egy kisebbségi érzete Osztáviában, és miután Magyarországra érkezett akkor is, és most a Zoli pedig arról beszélt, hogy akkor hogy a Cigányfúró, mint a cigány identitásnak egy teljesen más típusú, vagy egyáltalán a cigány identitás képzés elutasító hozzáállásban próbált részt venni a művészeti, vagy a kultúrás életben. És akkor én konkrétan, ez nem konkrét, de azt szeretném tudni, hogy akkor mi az a közérzet, ami a Cigányfúró, mint közérzeti folyóirat definiálja magát. Tehát, hogy 94-ben, amikor elindult, akkor mi tette közérzetivé ezt a folyóiratot, és mi volt? Lehet-e definiálni ezt a közérzetet azon túl esetleg, hogy ez egy kisebbség, egy érzetre a Katari szavaival jelentek? Hát én egy szóban mondom, az, hogy határon túli magyarok. Állandóan ez a jelző volt, tehát ha bárhol megjelentem, mondjuk Magyarországon már folyóiratban, mert azelőtt nem, Isten ments, hogy határon túliakat, tehát a délvidéket megjelentették volna, nem jelenettünk meg. De amikor már a 90-es évek elején, vagy 80-as évek végén, ott volt a jelző és egy ilyen csoport, hogy határon túli magyar irodalom, és akkor ott jelenhettem meg. Addig nem. Tehát még határon túliként sem, egész, mit tudom én, a 80-as évek végéig. Hát micsoda dolog az, hogy határon túli magyar. És mindig ott volt, és még a mai napig is még azért használják ezt a jelzőt, ha bár igyekeznek diplomatikusan elkerülni. Az, hogy
A feliratokra általában kiírva, hogy művészeti és közéleti folyóra. A közéletit, én ezt kicseréltem, közérzeti. Hogy érezhess, tehát hogy ne ez a szabványos. De egy dolgot azért szeretnék elismételni, és nagyon, nagyon fontosnak tartom. Hogyha nincs az amarodrom, és nincs a praliper, akkor cigánypúró se lehet. Mert a praliper és a cigánypúró, tehát a praliper és az amarodrom átvállalta a konkrét köznapi feladatokat. Tehát nem, én nem azért csinálok, nem azért csináltok a cigánypúrót, mert bármelyikünk is menekülne a származásától és a származásával együtt járó gondoktól, hanem azért, mert ezt már megtette két fontos újság. Tehát ez nagyon fontos, hogy tehát mi a cigánypúró gárdája tulajdonképpen a praliperinek és a amarodromnak a hátán emelkedhetett föl cigánypúróval. Anélkül nem lehetett volna cigánypúró. Sőt, egy ízben terveztük is, hogy a cigánypúró kiad egy külön cigányszámot, de aztán ezt valaki gyorsan lefújta, és akkor azt csináltuk, és egy már talán dadaista volt, maga az ötlet volt dadaista, hogy kiadtuk a cigánypúrót elejétől a végig, tartalomjegyzékbe minden, csak grafikával. És akkor a minisztériumban itt-ott, meg a legfőbb ügyész, pláne ő meg úgy kérte tőlem, hogy tudjunk-e példát, én mondtam, tudjunk, ha postaköltséget kifizetik. És ki is fizette. És akkor a legfőbb ügyész két-három szintetünk levelet, hogy küldjön neki köteles példát, mert ő ezzel akarja olvasni. Na, akkor vanatos, akkor küldjünk a legfőbb ügyészre. És akkor csináltunk egy olyan lapot, amely 32 oldalon keresztül csak grafikából áll. És akkor olyan lapot kívánok, hogy tessék. De a grafikák igényesek voltak, és nagyon szépen meg lett csinálva, és egyszerűen az emberek nem tudtak vele mit kezdeni. Újságként se tudtak vele mit kezdeni, cigány újságként, sőt még cigányfúróként se, mert maga ez az ötlet még a cigányfúrót is túlnőtte, hogy most kiadunk egy folyóiratot, amit csak grafika van. Szóval nagyon sok bátor lépésünk volt ez ügyben, és talán aki ismeri a cigányfúrót, emlékezhet rá, hogy középen volt pauszpapír, és tézist és antitézist állítottunk szembe egymással ezen a pauszpapírban. Például volt ez egy osztrák képeslap egyébként, ahol egymásra 50 kilós hölgy úszik az édességben, és csöcsei lógnak a krémesek, a marcipánok, és ezzel szembe betettünk egy csontsovány fekete nőt, egy néger asszonyt, akinek vélhetően a gyereke már halott, és ott fogja a kezébe. Tehát vizuálisan is fricskáztuk mi a világot, azért, hogy az ellentétek milyen borzalmasak itt Európában, hogy Bécsben, a cukrászdában ez a kövér disznóság milyen jól érzi magát, és így szándékosan nem cigányasszonyt tettünk be egyébként, hanem kifejezetten a Jehova tanúinak egy plakátjáról loptuk le ezt a képet, és tettük be, hogy egy ilyen vizuális konfrontációt teremtett, de minden egyes lapszámnál középen két tér is volt felállítva. A jóléti társadalomnak a tézise is, és az ezt tagadó tér is. Csak egy kis kiegészítő magyarázat, vizuálisan.
Tehát az a grafikai, amit a grafikai lapszámnak nevezett, az valójában megtartotta a lapnak a, teljesen a struktúráját. Tehát ahogy a lapnak ugye mindig volt egy, vagy egy adi, vagy egy mixált kis esszéje. A formai, tehát az, hogy a tartalom, akkor a rovatok helye, mind megvolt a tartalomjegyzi, tehát minden, ami egyébként volt, ezt György rajzaival, grafikáival helyettesítettük. Helyettesítette maga György Árgyőr. Tehát az eszé helyén eszé grafikák voltak, a közéleti szövegeknél mondjuk közéleti rajzok voltak, a versek, megmaradt a versrovat, megmaradt az... A grafika helyén is a grafika. Ja. Akkor az interjú, ugye, az volt interjú rovat, vagy ilyen. Tehát minden rovat megmaradt tördelésben ugyanannak. Tehát nem alakult át ez egy képzőművészeti albumá, nem. Ugyanúgy volt tördelve minden, de szöveg helyett grafikák gyönyörű rajzai voltak. És a tartalomjegyzék is. És a tartalomjegyzék is. Tehát elejétől végig a tördelésben, vizuálisban megtartotta azt a formáját, és tehát ez mondjuk tényleg egy dadaista gesztus volt. És kicsit úgy érzem, mintha most... Jó, ha temetnénk ezt a bátorságot, tehát hogy mintha egy ilyen nekrológot írnánk annak a típusú, ilyen nem is tudom, nagyon-nagyon erős társadalomkritikus hozzáállásnak, a folyóirat szerkesztők részéről, ami ezek szerint meg volt a Cigányfúróban, de így van ez? Tehát, hogy mi most egy művészeti bátorság sírfeliratát szerkesztjük ebben? Nem. Azért nem. Most érezzük föl. Most érezzük föl. Hát ez nem hozzánk intézetkezésre, hiszen mi csak meghívottak vagyunk, mi nem tudjuk ennek a találkozónak a szándékát, hogy miért hívtak meg bennünket, vagy te tudod, Attila? Hát mi kisebbségek vagyunk, de szellemi kisebbségek vagyunk. Én ezzel kapcsolatban kérdezni szeretnék valamit, hogy volt-e, tehát hogy meg lehet-e ragadni ennek az időszakban? Meg lehet-e ragadni ennek az időszakot, a 90-es évek elejének olyan vonásai, ami Attilának a pályáján, tehát a munkásságában hozott egy olyan szándékot, vagy elhatározást, hogy egy közösséget, egy művészi közösséget alakít ki maga körül, ami létrehozza ezt a lapot, aminek ilyen nagyon sok oldalán sikerült eddig megvilágítani. Tehát, hogy a 90-es évek elejének voltak-e olyan megragadható vonásai, amik erre magyarázatként szolgálhatnak? Egy konkrét példát talán tudnék mesélni. Elküldtem neves folyóirathoz egy versemet, és akkor azt a választ kaptam, hogy van nektek is újságotok. Ez az élet és irodalom volt, ahonnan ezt a választ kaptam. És a nektek is, az pedig az Amanyogromból, már akkor épp az Amanyogromnál dolgozott. És akkor tényleg gyerekkel. Másrészt pedig van, hogy ezt ér rám jellemző, vagy engem minősíthet esetleg. Én olyan hosszú verseket írok szívesen, de hosszú verseket írok szívesen. De hosszú verseket nem szívesen közölnek le, mert hogy hosszú. Most nem tudom egy versbe mi rövid és mi hosszú. Hát a vers az elkezdődik és befejeződik. Minden esetre nem hozták le, és akkor gondoltam, hogy itt...
ugye eszközként lehet látni ezeket, lehet használni egy folyóiratot arra, hogy demokratizáljunk társadalmunkat? Lehet, persze. Hát a nyilvánosságnál nagyobb kockázata nincs egy hatalomban. És volt egy miniszterelnök, aki fölkérte a kor leghíresebb szatíristáját, hogy készítsen egy olyan szatírikus folyóiratot, amelyben kifejezetten a miniszterelnökségét szítja. Ebből született meg a Bors személyakó. Tehát mintha Orbán felkérne engem, hogy Attila adott magának, nem tudom én, havi 1 millió forintot, és akkor éjjeltől nappalig szítjon engem. Tehát kb. Ez akkor történt. Most azt nem hiszem, hogy a Soros György a cigányfúró minőségét, célkütőzését leszondázta volna. Soros szórta a pénzt mindenre, ami a kisebbségekkel, magyarországi kisebbségekkel foglalkozik, és valami miatt még talán szívügye is lehetett. Ha meghallotta azt a szót, hogy cigány, akkor már szinte válogatás nélkül. De nem hiszem, hogy a Soros leült volna, és akkor különbséget tett volna a négy vagy öt párhuzamosan együtt megjelenő cigány. Sajnos nem tett különbséget. És most hát, hogy akkor a Soros ezek szerint támogatott más folyóiratokat? Igen. És akkor voltak olyanok, amik tovább éltek, mint a... Voltak, mert volt a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekért közalapítvány, ami egy állami közalapítvány volt, és ennek az a közalapítványnak az volt a feladata, hogy a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbség, ez volt a cigány, támogassa egy megszabott összegből. Ebből az összegből még tovább tudott menni a Pralipe is, tovább tudott menni az Amarodrom is. De most már az Amarodrom is meghalt, mert most már ők se támogatják. Tehát már jó cigánynak se tudunk lenni, mert már a jó cigány se támogatja. A kritikus cigánynak pedig végképpen. Tehát nem is tudom, ki kap állami pénzt. A lungodon kap. De azt tudjuk, hogy az egy nagy asszimilátor az az ember. Farkasról beszélek, aztán valaki. Flóriáról. Tehát ő magyarán bejött a Fidesznek, és onnantól kezdve kapja a pénzt. Tehát ő most egy csókos politikus, és olyan sületlen, buta ember, hogy a föld nem borul. De nyilván azért kell egy ilyen ember oda, mert nem buta. Ha gondolkod, akkor nem kellene, mert körülbelállná. Tehát egy, és most milliókon, milliárdokon fekszenek, és semmi érdemes munkát nem csinál. Művészetek kérdezők, hogy végig. Tehát az van, hogy ilyen minden év elején, vagy végén, nem is tudom, ki van adva egy rubrika, hogy akkor az egy román, egy szlovák, egy cigány, kapjon Kossuth díjat. És akkor ki az, aki kevésbé szitta a Fideszt? Ki az, aki kevésbé a Koncsikat, hogy viccavel? És akkor mindenkire megvan a maga cigány. És akkor a Fidesznek is vannak cigányai, a szocialistáknak is vannak cigányai, a zöldeknek is vannak cigányai. És mindenki a maga cigányát tolja előre, és akkor prezentálja azt, hogy lám, én támogatom a cigány, mert kapott Kossuth díjat. Persze minden díj odaítélésénél politikai szempontok döntenek, nem. Biztos vagyok benne, hogy nem minőségi szempontok. A Nobel-díjtól kezdve bármilyen díjról beszéljünk, minden csak, ha megérdemli, akkor is. Azt szeretnék megmondani, hogy voltak olyan érdemi beszélgetések ez alatt a 4 év alatt, tehát a cigánytúró működése alatt, amikor
amikor értelmiségiekkel, vagy bárkikkel szó esett a megjelentekről. Miről? A megjelentekről. Tehát, hogy így fel lehet idézni úgy a hatását. Minden évben csináltunk kétszer is talán performance-eket. Uh-huh. A Berlin színházban több minden, de tudom is nekik bennük. Csak holott minden évben egy-két alkalommal élőbe adtuk elő a héten. Csak ott elkezdtettünk élő adást. A színész barátainkat hívtunk meg, és akkor ott körülbelül szokták. És hát utána szintén a beszélgetések. Érdemben nem igen kellett erről beszélgetni, mert mindenki felé nyilvánvaló volt, hogy itt, valami nem szokványos történt a cilánykóra esetében. Mert hogyha én azt mondom, csinálok egy akadémiai, szép, irodalmi folyóiratot, akkor mindenki tudja, hogy annak mi a paramétere, hogy egy korrekt, egy stilisztikailag és esztétikailag megfelelő folyóirat legyen, ahhoz ez és ez is ez kell. És akkor tudja, hogy akkor ezek most olyan holdiról beszélnek. De hogyha kell egy másik, egy liberás, akkor tudja, de hogy ahhoz milyen paraméterekkel, és akkor egy olyan folyamatot csinál. Most Cigánykórónál mi is kitaláltuk, hogy melyek azok a paraméterek, amelyek nekünk fontosak. És azt szerint, hogy csinálunk. De nem volt jobb oldali, és nem volt bal oldali, mert hogy Magyarországon nem most vagyunk fontos kérdés. Katerinon beszéltünk, megkérdezem, ezek szerint, tehát, hogy voltak performanszok, amik ment a cigánykor, és ha jól értettem, akkor voltak kifejezetten performansz lapszámok is, és azt úgy igazoltam a részletéről, hogy az is nagyon erősen performatív, és már maga a vers elmondás és maga része tulajdonképpen a költészetnek. Egy kicsit ilyen, tehát hogy ez ön vitte ezt a szemüveget a labba, vagy gondolja ön azt, hogy ezt ön vitte, vagy inkább ez egy szerencsés találkozás volt, hogy az ön művészeti beállítottsága az nagyon jól kapcsolódott ahhoz az irányhoz, amit a Cigányfúró képvisel. Ez egy szerencsés találkozás volt, úgyhogy én beleillettem ebbe a szellemiségbe. Úgyhogy jól éreztem magam, ők pedig hát hagyták, hogy csináljam, amit csinálok. Tehát egy találkozás volt. Közösen gondolkodtunk, valahogy egy hullámoszon gondolkodtunk. Ugye? Igen. Hát én nagyon örültem, téged a Endrődi Szabó ajánlott, hogy és akkor jöttél. Ami még talán az Ernőnél, de ugye ami jellemző lehet még a Cigánykórra esetleg, hogy az Ernőt, mikor megismertem, akkor ő hozott verseket a Cigánykórra, hogy megjelenik. És akkor láttam, hogy a lap bal sarkáról a jobb sarkáig végig van írva az egész papír. Mondom, most ez vers Ernő, és akkor mondja, igen, ez vers, tehát mondja, nincs tördelve, meg egy vers nem is szokott kinézni, a vers úgy négy sor, és akkor, hát mondja, hogy őnek így. És ez egyrészt meglepődtem, másrészt nagyon tetszett, hogy ő így gondolja a tipográfiáját, vagy nem a tördelését. Holott nincs tördelés, mert egész egy nagy szöveghalom. Tehát, hogy toleráns is volt a lap a jóval szemben. És a Katival szemben nem azért volt toleráns, mert Újvidék volna jött, mindegy. Tehát, ha nem azért volt toleráns, mert a Kati egy minőséget hozott a laphoz, és így, ja, igen, mondjuk, nem tudom, hogy hányan tudják, például a filmes írásokat Antal István Jusszuk. Igen, a ketten csinálták, a Jusszuk inkább színházi kritikák, és a őseim. Szegény ősem él már. A film kritikákat az Amaryllis írta, és az angol szöveget is ő gondolta, fordítottunk. És még a Tézsgáczky Péter rengeteget dolgozott. Ő volt, aki a szakirodalmat ellenőrizte, tehát egy nagyon jó eszű ember, és tehát
mi például a Angus Frasernek a Cigány című könyvét, ami hamarabb közöttünk a Cigány körülbe, mint ahogy fiatal az Ozeris adta. Tehát nálunk mi hamarabb megkaptuk a nyersanyagot, magát lopasítom, mert akkor még ért. És ő küldte el nekünk. De ugyanilyen volt az Aparna Ró, aki egy német emberhez ment feleségül, és Kölnben tanít a egyetemen, és akkor kimentünk hozzá, akkor adott egy csomó anyagot. Ő szerencsére afganisztáni cigányokról írt, vietnámi cigányokról írt, és sőt, ezen belül is az Aparna Ró az afganisztáni cigánynők higiéniájáról írt, és a társadalmi helyzetekről. De a Judith Oakley is, aki szintén a cigánynők higiéniájáról, mi a tisztálkodási elvárás egy cigánynőre, mikor fújja ki az orrát, vagy hordja a taknyosat, mint a zsebéről. Szóval egy csomó olyan dolog, amit mi laikusok nem igen feszegetni. És a Judith Oakley is nekem nagyon jó barátnőm volt, vagy az is, és ő is rendszeresen adott nekünk a magyar, és a Péter, a Zsenevszky pedig ezt szépen lefordította nekünk a magyarra, és átláttuk, és szóval nagyon jó kis anyag lett ebből, mert hát a Thomas Acton is, akkor nem pap lett, mi lett, professzor. Hát mert úgy volt felöltözve, és akkor meghívott bennünket Londonba, a professzor rábavatására. Szóval ilyen volt a kapcsolatunk, nagyon neves. Hát a Michael Stewart-tal is például, bár mondjuk, hogy régebről ismertem, de a Thomas Actonnal így lett kapcsolatunk, hogy kértem tőle anyagot, faxom, mert nem tudom, hogy ő pedig meghívott engem egy konferenciát. És akkor kimentünk, kettő, hárman, mikor, hogy, és akkor a Acton mondta, hogy itt van ez az anyag, ezt közöljük le, vagy leközöljük le, és akkor átláttuk magunkat rajta. Egy nagyon perzsgő életünk, mert akkor elmentünk ugye Franciaországba, akkor ott egy romániai cigány ember volt a Cigány Kutatóközpontnak az igazgatója, vagy vezetője, és ő is bejött az archívumot, és hogy ezt ad azt. De a Etű cigány főszerkesztője, és hogy is hívták, hogy a Waterloo-ban lakik, és Párizsba járt. Az a Lerengi. És hát ő is, amikor jött Budapestre, akkor egy nagy paksa még itt annyi volt. Meg amikor mi elmentünk hozzá Párizsba, akkor bevitt bennünket a archívumba, és hát ott bizony, ott olyan anyagok voltak, hogy legszívesebben egy teherautóra körpakoltam, és hallottam volna, mert a hangzó anyagok, fotóanyagok, zenei anyagok, Görögországban is voltatok, ugye? Voltunk ott is, mi is. Hát egyébként ez meg egy vállalása is volt az alapítványnak, hogy ma könyvtárat is. Ja, hogyha egy romológiai zárt könyv, nem nyitott, zárt. Igen. Tehát meg akárki. És csináltunk is egy romológiai szakkönyvtárat, ahol kifejezetten cigány témájú szakanyagot gyűjtöttünk, vásároltunk. Adtam is Király Ernőnek a tanulmánykötetei, adtam a magyarországi cigányságot. Akkor mondjuk ott... Inkább ilyen néprajzi és zenei anyagbűntése volt. Ott is kifejezetten arra hajtottunk rá, hogy az Európában való érkezés előtti anyagról gyűjtsünk könyveket. Nem is itt könyvet, kevés volt, de folyóirat, meg szakdolgozat, az nagyon sok előkötés, és az, hát azt én legyogottam ott a nálam szokra, mert hogy nincs hova tenni. Jó, akkor igen, most már eléggé későre jár, azt hiszem. Igyekszem pozitív felhanggal lezárni akkor, és szeretném megköszönni Nagy Katalinnak és Paul Attilának a részvételt, a közönség az, hogy eljöttek, és hát a Cigány Klubnak nevezetem azt, hogy egy ilyen egyedi kritikai hangvételt üt be a kulturális életbe, amit nagyon szeretnénk, hogyha sikerülne valamennyire reprodukálni majd a közeljövőben vagy valamikor, és a kommunitnek meg azt, hogy igyekszik megőrizni ezt a hagyományt és ezt archiválni, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek is, köszönjük szépen!